megköszöntöm a megjelenteket, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek a Somogyiak baráti körének a kiállítás megnyitójára, és egyben egy Gáldonyi megemlékezésre. A Somogyiak baráti köre 40 évvel ezelőtt alakult Budapesten. Kaposvár önkormányzat és a megye önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával. Ez a kapcsolat azóta is élő és szoros. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Fonyódon. Fonyódhoz is régi barátság fűzi a Somogyiak baráti körét. Biztos emlékeznek rá még sokan, hogy 2014-ben Fonyód mutatkozott be Budapesten a Tető Galériában, és egy felejthetetlen műsort adta. Utána pedig a Somogyiak baráti köre jött Fonyódra, és itt töltöttünk egy nagyon szép napot. A másik, ami Fonyódhoz köt bennünket, ez az, hogy a Somogyiak baráti köre és a Fonyódi Gimnázium öregdiákjainak baráti köre olyan összefonódásban van most már, hogy sokszor mi sem tudjuk, hogy hol a határ. Tehát több mint 30 tagunk van, amelyik mind a két egyesületnek tagja, és ezen kívül még vannak csak fonyódi tagjaink is. Például a legutolsó két tagunk, tehát nem olyan régen lépett be, ők is fonyódiak, Bándi Andor, itt van, úgy tudom, egy tapssal köszöntsük, és Simon Éva. Mind a ketten a kiállítók között is ott vannak. A baráti kör sokféle formában őrzi Somogyországhoz való kötődését, őrizzük a hagyományokat, a szülőföld szeretetét, és ugyanígy elmondható a fonyódi öregdiákokról is, mert ők is egy alma materhez kötődnek, és büszkék arra, hogy ide jártak, somogyiak pedig büszkék arra, hogy Somogyból származnak, hiszen ez az egyetlen megye, amit úgy hívnak, hogy Somogyország. Nagyon sok értéket, nagyon sok kincset adott az országnak Somogy megye, és az egyik például köztük a Gáldonyi Géza, akire ma emlékezni fogunk. Köszönöm szépen Erdély Barnabásnak, Fonyód alpolgármesterének, hogy megtisztelte a kiállítás megnyitónkat. Ő is fonyódi öregdiák, és kérem, hogy köszöntse a jelenlevőket. Kedves megjelentek, igen. Ha elnök asszony nem hívott volna, akkor is jöttem volna magamtól, hiszen jó magam is az öregdiák egyeset, a Fonyódi Gimnázium öregdiákjának egyesetének tagja vagyok. És nagy öröm mindig, amikor önök közé vagy közétek jöhetek, és együtt beszélhetünk a somogyi és a fonyódi értékekről. Ahogy bejöttem, én rögtön meg is néztem az új tagnak, Bándi Andornak a műveit, amit hozott. Nem tudom, műnek kell talán hívni, csodálatos fa építmények, amikben kis madarakat tud fogadni. Ilyet én már láttam egyébként az Andornak a házánál is, és megfogadtam, hogy majd egyet a saját házamban is fogok létesíteni, de ez már az Andor segítségét kérem. Kedves elnök asszony, kedves megjelentek, kedves Somogyiak baráti köre, a Fonyodváros önkormányzat nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm elnök asszonynak és a baráti körnek is, hogy ismét Fonyód lehet a házigazdája egy ilyen jeles, egy ilyen nemes fonyódi eseménynek. Azt hiszem, hogy Babits Mihály sorai mindenki által ismertek, ezek a sorok, ezek így hangzanak, hogy múlt nélkül nincs jövő, és mennél gazdagabb a múltunk, annál több fonállal kapaszkodhatunk a jövőbe. És azt gondolom, hogy ezek a sorok, akik itt mi helyet foglaltunk ebbe a szép színházteremben, mi nekünk nem csak hogy ismerősek ezek a sorok, hanem mi így is éljük meg a mindennapokat, hogy a múltból táplálkozva próbáljuk a jövőt építeni és a jövőt fenntartani. Jó példa erre a Somogyiak baráti körre, akik több mint 40 éve, mondhatom, hogy több mint 40 éve biztosítják a szülőföldhöz való hűség és az értékadó tenni akarás, tehát kvázi az alapítók által megálmodott nemes célok megvalósítását őrzik, ápolják a Somogyiak szülőföldhöz fűződő gyökereit, és keresik azokat a szálakat, vagy ahogy Babits Mihály fogalmazott, azokat a fonalakat, ahogy ezt a érzelmi, emberi kapcsolatot élővé tudjuk tenni, és életben is tudjuk tartani. Köszönöm mindannyiuknak, hogy a Somogyiak baráti körében tevékenykednek, köszönöm a kiállításokat, köszönöm azt, hogy a Somogy megyének a természeti és az épített értékeit és örökségét ezt megmutatják mindig nekünk, nagy figyelemmel kísérik, és legfőképp köszönöm azt mindenkinek, hogy a
Somogyból elszármazottak, a Somogyból elkerülők kis csoportját megpróbálják mindenhol az ország szegletében összefogni, civil körökkel, civilekkel, magánszemélyekkel, szervezetekkel, hiszen így lehet az, hogy az egész országban nem csak hogy tudják, hogy hol van Somogy megye, vagy Somogy országa, ahogy elnök azt, hogy fogalmazott, hanem ténylegesen mindenhol jelen vagyunk mi somogyiak. És önök, akik itt most helyet foglalnak, az egész életüket úgy élték le, és azt gondolom, hogy a további életüket is úgy fogják leélni, hogy büszkén vállalják, vállaljuk a somogyiságunkat, és ezt mindenhol hangoztatjuk is, hogy mi somogyiak vagyunk. A települések, a megyék és a régiók történetét azt pontosan tudjuk, hogy egyrészt a történelem alakítja, másik részt pedig mi magunk alakítjuk, akik élünk a településeken és akik élünk a megyékben. És azért, hogy Somogy megye ilyen lehet, amilyen, tehát amire büszkék is lehetünk, az még egyszer mondom, nem csak a történelemnek köszönhető, hanem az itt élőknek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm szépen, hogy büszke somogyiak lehetünk, köszönöm szépen ezt a mai kiállítást, amit most már fogunk majd tekinteni, és azt kérem elnök, azt mondta, hogy a Fonyód városa bármikor, bármiben tud segíteni, akkor keressen bizalommal minket. Köszönöm, minden jót kívánok! Ahogy mondtam az elején is, Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójára emlékezünk, és ki lenne erre méltóbb és illetékesebb, mint Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter, úgyhogy most őt kérem fel. De még, bocsánat, előtte egy olyan címet adtunk a mai előadásnak, hogy Gárdonyi és a Balaton, és találtunk egy nagyon szép verset a Balatonról, úgyhogy először, bocsánat, megkérem Ádámot, hogy mondja el ezt a kis verset. Köszöntöm Konrád, Kurucz Konrád Ádámot, gyere légy szíves és mondd el. Ő a Somogyiak Baráti Körének a legfiatalabb tagja. Gárdonyi Géza, a Balaton. Csak hogy újra látlak, égnek ezüst tükre. Égnek ezüst tükre, szép, csöndes Balaton. Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja tihanyon. Leülök egy kőre, s elmenegek hosszan az éjjeli csendben az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom. Balatont álmodom, s melléje magamat. Kedves művésznők, művész urak, kedves vendégek! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy ez a mai rendezvény a dédapám halálának 100. évfordulóját ünneplő eseménysornak része lehet. És köszönöm a felkérést, hogy éppen a Balatonról tarthatok itt előadást, mert azt hiszem, hogy amikor Gárdonyi neve elhangzik, akkor általában nem a Balatonnal kapcsolják össze. De hallva ezt a verset, azt hiszem mindenkinek most már bizonysággá vált, hogy Gárdonyi igenis balatoni ember. Az az érzésem, hogyha a Somogyiak Baráti Köre kicsit korábban alakult volna, akkor a dédapám belépett volna. És hadd idézzem a beszéd elején fel a nemrég elhunyt Bovári Lívia emlékét, aki szintén a Somogyiak Baráti Körének tagja volt. És dédapámmal kapcsolatban és dédapám Balatonhoz való kötődésével kapcsolatban nagyon érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Ugye Lívia énekesnő volt, de nem csak énekelt, hanem kutatott is. Különösen kutatta Gárdonyi szövegű dankótaloknak a világát. És ezzel kapcsolatban két fontos megállapítást tett. Az egyik az, hogy van Gárdonyinak egy dalciklusa, ami a falu vízhangja, és amelyben tulajdonképpen a Balatonnak a regionalitását kiterjeszti, mert az egyik vers az így szól, hogy így kezdődik, hogy Tátika, Somló, Badacsony. Tehát Gárdonyi számára a Balaton, mint fogalom, ezt majd kérdőlátni is fogjuk, nem csak a parti településeket fontos illette. Tehát ez a dalciklus, ez a verből, a versciklusból Gárdonyi a maga idejében Magyarországon az első dalciklus csinálta. A másik, amire Lívia figyelmeztetett, és ez tényleg érdekes, hogy nagyon sok versében Gárdonyinak, szerelmes versében, Balatonhoz kötődő szerelmes versében egy teljesen más arcát ismerjük meg az írónak. Majd ha elolvassák a verseket, érdemes rá figyelni.
De hát ugye Gárdonyi mégsem úgy él a köztudatban, mint balatoni ember. Jó lehet, ha az ember végigmegy a regényeken, akkor találkozik ugye már említett Badacsonnyal, Boglárral, Csopakkal, Fonyóddal, Füreddel, Hévízzel, Karáttal, Kenesével, Keszthelyen, Köcsével, Siófokkal, Somlóhegyjel, Szántóddal, Szóláddal, Szőlőkörökkel, Tátikával, Tihannyal. Most ezek a települések, amelyeket említ, ezek nem véletlenül kerültek bele az írásokba, mert ahogy Tordai János, az egyik irodalomtörténész jó barátja mondta, az aranyféle epikai hitel Gárdonyi művészetében mindig ott jön elő, hogy a saját emlékeit írja. Tehát ezek közül a települések közül ugye Szőlősgyörökről való az édesanyja. Siófokon biztos, hogy nyaralt. Karádon tanítóskodott. Siófok mellett nem csak hogy nyaralt, de Siófok kiliti részében éltek is egy ideig, két testvére most is ott van eltemetve. A Györökkel kapcsolatban és a baráti körrel kapcsolatban azért hadd köszönjem meg a baráti körnek azt, hogy 20 éveken keresztül mindig ott voltak Szőlősgyörökön a Gárdonyi Géza emlékére és Göre Gáborra fémjelzett humorkonferenciákon, ahol Gárdonyinak egy különös világa tárult fel, és amelyről hát egy kötet is született, és nagyon szépen köszönöm, hogy azt meg is jelentették itt a tárlóban. Ha az írásait nézzük, az irodalomtörténet nézi, hogy van három olyan írása, amely azt lehet mondani, hogy igazán balatoni témájú. Ezek 1910-12-16-ban keletkeztek. Az egyik az Egykorty víz, a másik a Berkenye, a harmadik a Vallon. Viszont nagyon keveset foglalkozik az irodalom történet Gárdonyi legelső regényével, ami a Győri Közlönyben jelent meg, és amit ugye az összefüggéseket nézi az ember, akkor a Csutorás Lóri áldásos tevékenysége következtében adódó csalódás emlékeként született, de pozitív emlékként, ennek ez a címe Álmodozó szerelem. Ezt 1893-ban írta Devecserben, és 1896-ban jelent meg Győri Közlönyben. Azért izgalmas ez a regény, mert 96-ban Gárdonyi 23 éves, és a történetet visszahozza Somogyba. Megjelenik Karád, mint Kerét, megjelenik Györök, mint Dörög, megjelenik Szántód, megjelenik Köccse, megjelenik még Andocs, és egy csomó addigi élménye ide, a somogyi vidékre kerül vissza. Nézve a csodálatos műveket, amiket itt láttam, tényleg talán önök megértik, akik ugye pillanatokat örökítenek meg, hogyha Gárdonyi is, amikor a Balatont festi, akkor ilyen kis impressziókat rejt el a regényeiben. Tehát nem egy gyönyörű szép tájraírást ad, hanem csak bizonyos dolgokra utal. Utal arra, hogy háborúg a víz, utal arra, hogy sima a víz, utal arra, hogy a Balaton mellett jó lenni. És valahol a Balatont mindig érzelmekkel, érzésekkel hozzá kapcsolatban. A képeket nézve, és Gárdonyi Balaton képét is felidézve, az önök képei ez egy dolgot tesz hozzá, a holdfényt. A holdfény viszont meg is adja egy balatoni regényében a holdfénynek az értelmezését. A holdfény azért érdekes, mert a holdfényben az ember valahol a természetet a végtelenség felől nézi. Ilyen módon a végtelenséghez, tehát Istenhez kapcsolja. Gárdonyi számára Balaton szakrális. Gárdonyi Balaton definíciója a Balaton Isten költemény. És emellé még ennek a mondatnak a folytatását, az adott forrás, a Te Berkenye című regényben hozzáteszi,
hogy Isten költeménye, mint Júlia, az ideális nő alak, akinek kapcsán ez a mondat szintén elhangzik. Tehát a Balaton Kárdonyinál nem csupán egy, azt mondom, vízkészlet, hanem inkább egy érzelmi töltet, valahol egyfajta ideál. Ami persze néha a képeken háborog, ahol néha viharol. De az alapvető, meghatározó motívuma az az Isten költeménye. Hogy mennyire nem víz a Balaton, ugye azt mutatja épp az Egykorty víz című novellája, vagy kisregénye, ami a hasonló veszedelemben van. Itt éppen az a probléma, hogy a Balatont víznek tekintik. És a víz az lehet életadó víz, és a víz az lehet gyilkos folyadék. Itt arról van szó, hogy egy szerelmi kapcsolatot egy korty víz egy életre tönkretesz, illetve megment valakit attól, hogy olyan emberhez menjen, aki a szerelmesét nem szereti jobban, mint saját magát. Tehát most, ha nagy regényeket nézzük meg, egyáltalán a Balatonnak az előfordulását nézzük a kárdonyi regényekben, akkor azt lehet mondani, az álmodozó szerelmet nézve, tehát 1893, tehát 20 éves korától az Ida regényéi, 1920, egy egész életen át valahol a tudatvilágában, a gondolatvilágában benne van a Balaton. Amikor elmegy Törökországba és Isztambulban a Boszporuszon hajókáznak, akkor eszébe jut a Somogyi part, és azt mondja, hogy mennyivel szebb a Balaton a Somogyi partról. Nem lehet véletlen. Tehát megjelenik az Egri csillagokban, megjelenik a Isten rabjaiban is ott van, de ott olyan formában, hogy három fokast kaptunk, ugye Tihanyból, tehát azért ott is benne van. Nyilván az Attila történetében nincsen benne, hát ott inkább a Tiszával foglalkozik. De végül is végig kíséri az egész életet. Köszönöm szépen a verset, és ezzel zárnám valahol a gondolatot. Nem tudom, hogy önöknek föltűnt-e az, de én nagyon rácsodálkoztam. Leülök egy kőre, s elmerengek hosszan az éjjeli csendben az albófa alatt. És olvassuk József Attilát. A rakótópart alsó kövén ültem, néztem, úgy úszik el a dinnyei, alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemből folyt volna toha, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. És mit mond Gárdonyi, hogyan azonosítja magát a Balatonnal, az ideális élethelyjel, azt mondom, az élet metaforájával, a szerelem metaforájával. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom, Balaton álmodom, s melléje magam. Hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és vigyék el, hogy a Balaton az Isten költemény. Gárdonyi Géza, levél a fiamnak. Küldöm a levelet Somogy vármegyébe, Somogy vármegyének kellős közepébe. Vigyék el Györökbe, de nem a kántornak, hanem a fiamnak, Gárdonyi Sándornak. Szerbusz kis barátom, tejfeles jó napot. Szeretném tudni, hogy levelem hol kapott. Réten-e, kerten-e, avagy a horogban, hol verébként fürdöl a sárga homokban, avagy a szederfán, melyre létrán mászol, s tenyered és orcád hamarosan gyászol. Hát még a bugyogót, ezt kérdemi a félve, jól beszélsz, minek is járatnak fehérbe. No de lehet pajtás, nem is ott vagy éppen. A tavacskát méred most a falu végen. Pompás kis sárazott az itató körül, aki déldig jár benn, a lelke is örül. Ott örültem bajtás, én is, vagy 20 éve, s megesett ám néha, hogy nem kaptam érte. Még azt is gondolom, oda lent találnak, vadregényes alján a patak partjának, ahol egymás fején próbáljátok rendre, a káka, buzogány erőse vagy gyenge, s hol vízi vadászat vagyon a békákra. Ha tán el is csúsznál előre vagy hátra, megszárad a ruhád, attól ne is félj te,
kivált, ha nincs rajtad, fügefa levél sem. No de akárhol vagy, az az egy bizonyos, nincsen közel hozzá se könyv, se papíros. Az írásból talán azt se tudod már te, tollad mellett melyik ujjad hegyét mást be. És amint a vizsgán a 8x6 titka benned akadt meg, és nem is külön megnyitva, gondolom azóta se játszám lelkeden, más egyéb, mint a szép egyedem, begyedem. Pedig hát tudod-e mi újság, barátom? Ma dobolták Pesten, Cinkotán, Karádon, hogy csak 5-öt alszik minden apró magyar, aztán az 5. reggel ugorj hamar. Vége a labdának, versenyfuttatásnak, s főképpen a boldog mezít lábjárásnak. Az iskola ajtót immár kinyitották, s tanítót fölvette a leghosszabb rokját. Azért hát kispajtás, még az 1-2 napig úgy mulas, hogy vízben sose essél nyakig, s úgy másszál, hogy némi lábad is maradjon, és minden bugyogód széjjel ne szakadjon. A 4. napon nincs búcsút a faludnak, a jó cimboráknak, kerteknek, kapuknak. Várlak Budapesten, sok okos tanáccsal, s főképpen egy szörnyű nagy mézes kaláccsal. Elkérem a kiállítás megnyitó királynőjét, Bántó Zsuzsannát, aki felülmúlhatatlan. Tisztelt közönség, szeretettel köszöntök mindenkit a Somogyiak baráti köre által szervezett Fonyódi kiállításon. Sok szó esett már a baráti körről, azért egy pár szót hadd mondjak én is, mert úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó, közösségépítő, értékteremtő, értékmentő tevékenységet folytatnak, hiszen a megyéből elszármazottaknak segít a somogyi kötődés megtartásában, elmélyítésében, a szülőföldhöz való hűség kifejezésében, és az itt élőkben erősíti a somogyiság tudatot bennünk, mert ugye itt, ha jól körülnézek, itt szinte mindenki somogyi, én magam is születésem, de ahogy körülnézek, szerintem jó páran vagyunk még, akik születésüktől kezdve a rövid időre el is hagyták a megyét, de somogyiak. És nekünk is segít abban, hogy erősítsük magunkba a somogyiság tudatot, a kötődést a helyi értékekhez, a hagyományokhoz, a földhöz, a somogyi tájhoz, a szép tájú Somogyhoz, ahogy ezt Fodor András leírta. A Somogyiak baráti köre elősegíti, hogy egymással találjon múlt, jelen, jövő, a hagyományos látásmód és a modern önkifejezés, amire a mai kiállítás is nagyon jó példa. Ma az irodalom, a képzőművészet, a népi és polgári hagyományok képviselői közösen állítanak ki. Kezdjük a könyvekkel. A tárlókban látható könyvek egyrészt a megye irodalmi múltját, a gárdonyi örökséget tárják elé, kellettében munkáját. Történelmi hagyományaira utalnak Gyócsi László könyvei. A somogyi hagyományos étkezési kultúrát, táplálkozási szokásokat úgy mondanánk modernul, hogy gasztronómiát, ugye, vagy gasztronómiai hagyományokat mutatják be Németh Julianna és Knézi Judit kiadványai. P. Nagy Laura a mesék világába viszel bennünket. Egy kis kiadvány, szintén Németh Juliannához köthető, a Fonyódi Gimnázium öreg diákjainak baráti köréről szól. És látható ott két nagyon szép album, Zentai Gabriella szerkesztésében, az egyik a somogyi költők vallomásait tartalmazza, a másik pedig a Balaton festészeti megjelenítését, gyönyörű mind a kettő. A népi és polgári hagyományokat idézik fel a kézimunkák, Kardon Zoltánné, Nagy Ernőné, Németh Julianna, Pintér Csabáné és Ballér Margit munkái. Ezeket a munkákat szintén a tárlóban látják, kettő kivétellel, mert Ballér Margit tűbomblenyei
a falon, itt a bejárat, a nagy terem bejárata melletti falon látható. Az álló tárlóban pedig nagyon gondosan, precízen elkészített faházmaz makettek találhatók, amiket most láthat először a közönség. Bár alpolgármester úr már ismerősként tekintett rájuk, de a nagy közönség most láthat először Bándi Andor alkotásai. Ő a Somogyiak baráti körének legújabb 208. tagja. A képzőművészeti alkotásokon változatos a téma, változatos a formakultúra, változatos a színvilág és változatosak a technikák. A tavaszt, a virágokat, a harmóniát sugározzák Krizmanics Árvid, Zoller Irén és az először kiállító Gallai Judit képei. A természet sokféleségét ragadják meg Horváth Mari, Pallak Katalin, Rumi Rózsa. Az először kiállító Bándi Katitól nagyon finom lírai akvarelleket láthatunk. Ugye azt azért el kell mondjam, hogy a Bándi Kati és a Bándi Andor nem véletlenül ülnek egymás mellett, férj és feleség, és hát fonyódiak. Úgyhogy nekem éppen ezért kötelességem egy kicsit jobban megállni az ő nevük mellett. Az emberi ábrázolás köré szerveződik a kép Balogh Mária grafikáján, Horváth Mari életképén, a szintén fonyódi Larousse Mollár tervész portréján. Jól mondtam? És Violányi Lili alkotásán. A víz, a Balaton az ihletője Németh András egységes, áttetsző színvilágú képének, Larousse Mollár Teréz mélykék, vitorlázós Balatonjának, és Simon Éva élénk, absztrakt formanyelvű képének. Stankai Bedők Bea falfestés ajánlatai pedig nagyon izgalmas szín és forma kísérletek. A fotóművészetet Csesznok Judit két Balaton fotója, Varsányi Zsuzsa tavaszi Somogyi tája, Lullai tavasz című, szintén itt a bejárati ajtó mellett látják, és a bejárati ajtóval is réjel szemben Lev Attila két drámai fekete-fehér portréját nézhetik meg, és szintén még a fotónál maradunk, Kószó András szokatlan nézőpontot választó fotóit, drónfelvételeit szemben a bejárattal kérem nézzék meg. Nagyon izgalmas felvételek, az egyik egy vitorlási kötőtől felülnézetben, a másik pedig egy település felülnézetben csak a tetőket látni. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes, ajánlom szívesen. Tisztelt közönség, szeretettel ajánlom figyelmünkbe a munkákat. Közös bennünk az elkötelezettség, a kötődés, a helyi értékek és az alkotás iránt. És a meghívón szereplő Veres Miklós Somogyi Kanász himnuszának felel talán ez a mai alkalom is. Gyönyörű a vers, keressenek rá, nézzék meg igaziból, olvassák el az egészet, fantasztikus. Ugye Veres Miklós 19-ben halt meg, 77 éves korában, kiváló költő és kiváló művészet volt. Ő magyar-orosz szakon végzett hajdanában a Szegedi Egyetemen, és nagyon jó oroszokat fordított blokkot, Szvetájeván, akihez senki nem mert nyúlni, csak két szegedi fiatal költ, akkor fiatal költ a Veres Miklós és a Baka István. Úgyhogy ezért is ajánlom a szíves figyelmet. És ez adósságon van, mert Simon Évánál nem említettem meg a fonyódi sárgát, elnézést Éva, de hát ugyanígy fonyódiak azért
a Pintér Éva, de akinek a nevét nem elhangzott. Mindannyiunk nevében köszönöm Németh Miriannának a fáradhatatlan szervezet munkát. És köszönöm a Művelődési Ház kurátorainak, hogy ilyen remekül berendezték a teret a kiállítást nekünk. Köszönöm. Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen a sáskarágja is le a vetést, ha vakont túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek. Ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa. S a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég fölfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel. És épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való. És Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk. És leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok. És imádkozzatok. Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. S a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók. A tiszták és békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azonképpen aradt. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.